Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi szó is november 15-én. A mai napon új hold van. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Számunkra a hold láthatatlan. Miért? Mert ez a fény, ez a holdnak a kisugárzása, ez a naptól jön. És ha ők találkoznak, egy úgynevezett konjunkciónban állnak, akkor a nap nem tudja a holdat besugározni. A kínai asztrológiában úgy mondják, hogy az égi császár, tehát a nap, és az égi császárnő, a hold, visszahúzódik a hálószobába, és azt nem kell, hogy lássuk. Egy új holdnál fontos, hogy befele tekintsünk, legyünk visszahúzódóak, meditáljunk valami felett. Ez az új hold az indiai számítás szerint a Szkorpión jegyében van, a Visaka holdházban. A Szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, és a víz eleménél érzelmekről van szó. Mondhatnám azt is, most van egy ilyen megújulás. A Visaka holdház felett az indiai mitológia szerint a tűz istennője uralkodik. Az mutatja a melegséget, a szív melegségét, de eléget valamit. Mégpedig a múltat, mindaz, ami szomorúságot idéz elő nálunk. A mai napon, tehát november 15-én Mars bolygó megáll. Ez nem azt jelenti, hogy ez a bolygó tényleg megáll, mert a bolygók nem állnak meg, hanem ha mi a Földről ezt tekintjük, akkor számunkra úgy tűnik, mintha megállna. Ez olyan, mint amikor a vonaton utazunk, és elhalad mellettünk egy másik vonat, és akkor egy pillanatra úgy tűnik, mintha visszahúzódna, és ez jelenti ezt a visszafelé tekintő mozgást a bolygóknál, és mivel most változik az irány, a mai napon megáll, és holnaptól Mars bolygó előre halad. Érezzük újra az erőnket, előre mennek a dolgok, a Mars bolygónak a mai napon nincsenek kapcsolatai, ez érezhető a férfiaknál, most olyan csendesek és visszahúzódóak. Holnap lesz egy hold hatás, és holnaptól nyitottak lesznek érzelmekről beszélni. Még mindig van egy kapcsolat Jupiter bolygó és Plutó bolygó között, együtt hatnak, Jupiter bolygónál szerencse is van természetesen, de gyakran utal bírósági dolgokra, igazságra, igazságtalanságokra, és Plutó bolygónál van a belső erő, vagy a hatalomról, ami így most politikailag is érezhető. Jupiter és Plutó bolygó, mint mondtam, együtt hat, ők most találkoznak a nyilas jegyében, az indiai számítás szerint kihat a Vénusz bolygóra. Vénusz bolygó a határon van, de még a szűz jegyében, és a szűz jegye és a nyilas jegye között van egy úgynevezett kvadrát aspektus. Ezek kihívások, igazságtalanságok. Ez dühöt vált ki nálunk, hölgyeknél. A mai napon nem csak Vénusz bolygó van a határon. Hamarosan átlép a szűz jegyéből a mérleg jegyébe. A nap is a határon van, az indiai számítás szerint még a mérleg jegyében, de át kell a Szkorpión jegyébe.
Azon kívül a Hold is a határon van, mégpedig elhagyta a mérleg jegyét, és átkelt a Skorpión jegyében. Napkeltékkor már a Skorpión jegyében van. Ez a határ utalhat korlátozásokra is, eddig és nem tovább. Nem tudunk további lépéseket tenni, korlátozások vannak. De ez a korlát jelenti azt is, hogy áttegyük magunkat bizonyos dolgokon, hogy előre menjenek az események. És ez volt a mai felvételem, Misuis november 15-én, ezen az új hold napon. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!